Emerton is magyar örökségdíjas, ahogy önmagát nevezi, szolgálatos népdalénekes. Számos zenekarral énekelt, 10 évig volt a Magyar Állami Népi Együttes szóló énekese. Hangjával hidat épít, Isten szeretetét közvetíti embertársai felé. A mai ismeretlen ismerős Mackó Mária. Szervusz, köszöntelek! Szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is, nézőket is. Azt talán mindenki tudja rólad, hogy Turai vagy, és ott is születtél. De talán azt kevesen, hogy milyen családban láttad meg a napvilágot. Egy mélyen hívő keresztény családban láttam meg a napvilágot 1961. augusztus 15-én Nagy Boldogasszony napján. Ez meg is határozta az életedet. Igen, mai napig is. Valahogy úgy érzem, hogy a szűzanya közelében vagyok, a szűzanya kötényéből nem tudok kiesni, és boldog vagyok, hogy égi édesanyámmal minden nap beszélgethetek, hiszen a földi édesanyámmal már csak ritkábban és fentről tudom a kapcsolatot tartani, de ez a mély hit, amely az őseimet megtartotta a mindennapokban, ez ad nekem erőt szintén a hétköznapokban. Az enyémeknek, az őseimnek rendje volt az életében akkor. Tudták, hogy mikor kell lefeküdni, mikor kell fölkelni, hogyan kell végezni a dolgukat. Amikor meglátták a napocskát, köszöntötték a Jóistent, utána kimentek az udvarra, köszöntötték a napot, ellátták az állatokat, és csak ők azután reggeliztek, befogták a lovakat, mivel hogy földműves paraszt emberek voltak a szüleim és a nagyszüleim is. Aztán elindultak a határba. Amikor már cseperedtem, akkor én is velük mehettem. Hát nagyon szép emlékeim vannak. Kicsi koromban, amikor a kaszálás, szénagyűjtés végén fölpakolták a szénát a kocsira, engem is föltettek, és annyira fáradt voltam, hogy elaludtam. És én közben, ahogy a szekér ment hazafelé, én meg lecsúsztam, és elhagytak. És csak otthon vették észre, hogy én nem vagyok, nem érkeztem meg. De hát mindig volt egy jó ismerős, vagy egy rokon, aki megtalált és hazavitt. Na, akkor még nagyon kicsi voltam, de nagyon nagy szeretettel voltam az enyémek körül, és szívesen hallgattam édesanyámat, édesapámat, hiszen ők a bölcsön fölött is nagyon szépen énekeltek, és hát gyönyörűen énekelt a nagymamám és a nagyapám, és én csak az anyai nagyszüleimet ismertem sajnos. De messzire látó, nagyon messzire látó emberek voltak, és fényhordozók, azt hiszem. A nagyszüleid. És a szüleim is. Édesanyám sok mindent megérzett, de ugyanígy édesapám is. Nem volt ez kis teher számukra, és én azt láttam, hogy úgy elrendeződtek a dolgok körülöttük. Tehát tudtak segíteni az embereknek lelkileg is, szeretettel, és ez nagyon fontos, a mai életben is nagyon fontos lenne. És fontos, hogy így vegyük körül az embereket, hogy tudjunk segíteni nekik. Te késői gyerekük voltál, ugye? Harmadik gyermekként születtem, édesanyám 38 éves volt, édesapám 44, de boldogan vállalt édesanyám és édesapám, mert eszükbe sem jutott az, hogy elküldjenek engem, hiszen valamiért jönnöm kellett. Első testvérem 6 évre született a boldog házasságukban, de 9 évesen eltemették őt gyermekparalízisben, és én azt láttam édesanyámon, hogy ő mindig énekelt, azért, hogy ne sírjon. Bármilyen munkát végzett. Én azt gondolom, ez a legnehezebb, amikor az ember a saját gyermekét temeti és veszíti el, illetve el kell, hogy engedje előre, mert én hiszem, hogy fogunk találkozni újra, de hát arra még egy kicsit várni kell. Az énekhangodat akkor édesanyától örökölted? Édesanyámnak is gyönyörű énekhangja volt, de édesapámnak is. Ő a Gyöngyös Bokrétának is tagja volt, és boldogan vállalt mindenféle szép szerepet magára, akár prózait, akár énekes szerepet.
édesanyám a parketta ördöge is volt, hogy gyönyörűen tudott táncolni, és mindenki őt szerette volna táncoltatni a kocsmában, mert ugye akkor még kocsmában jártak mulatni, és mindemellett egy hihetetlen tartása is volt. Tehát tudta mindig, hogy mit kell tennie, és merre kell mennie, és nekik a hit olyan erőt adott az életben, amely átsegítette minden nehéz gödrön. Itt Galgahévízen volt egy gyógyító néni. Én róla nagyon sokat hallottam, ilyen meséken nőttem fel, hogy a nagymamám nagyon megbetegedett. És azt mondta édesanyám, hogy azért, mert itt a Panka nénihez, mikor átjöttek Galgahévízre, itt az Artézi kútnál volt egy gyógyító néni, pontosabban befogta édesapám a két lovat, föltette a nagymamát, föltette édesanyámat is, és elindultak Galgahévízre. És amikor Galgahévíz határába értek ezen a pici emelkedőn, azt mondta édesapám, hogy minthogyha millió terhet rádobtak volna a kocsira, tajtékzottak a lovak, és alig tudtak menni. És akkor egy idő után, amikor nagy nehezen ezt a bizonyos részt áthaladták, akkor meg, minthogyha meglökték volna a kocsit utánuk, és ide értek Panka nénihez, aki elmondta, hogy egy átok volt kitéve a nagyanyám anyósának, de mivel ő ment át először a kapun, ezért ő csak megbetegedett volna. Megbetegedett, de a anyósa meghalt volna, hogyha ő megy át. És akkor egy vércseppes olvasóval és egy nagy imádságos könyvből ráimádkozott a nagyanyámra, aztán kiment és hüveket gyűjtött neki. Persze édesanyám benne volt a könyvben, hogy milyen könyv ez. És oda volt írva, hogy tessék, választott leányom, te ezzel a vércseppes olvasóval, és ezekkel a gyönyörű imákkal gyógyítod azokat a betegeket, akiken az orvosok nem tudnak már segíteni. És összegyűjtött neki gyógyteákat, gyógyfüveket, és a nagymamám meggyógyult, és én ezt többször hallottam, ezt a történetet, de nem csak ezt, hasonló sokat. És tudtam, hogy régen is megtalálták az emberek azt, akiben tudtak valóban hinni, mert itt az isteni erő volt jelen, és ez a mai világban is ugyanígy van. Amikor az ember beteg, akkor tudja, megmutatják, a kapcsolatok lelke megmutatja, hogy kihez kell menni, aki tud segíteni. És nekem Galgahévíz ezért is nagyon fontos, és akármikor ma is, ha átutazom Galgahévízen, akkor itt egy áldást küldök Panka néni felé, és megköszönöm a nagymamámat, hiszen nekem ő nagyon sokat jelentett az életemben, és többen kérdezték, így 8 éves koromban ment elő, hogy mi történt velem akkor, és mivel én nagyon sokat voltam vele. Együtt éltetek? Igen. Nem együtt éltünk, hanem akkor még külön voltunk, de én nagyon sokat bementem hozzá az óvodából, mikor jöttem, és nekem nagyon sokat mesélt, énekelt, számoltunk, írtunk, olvastunk együtt. Tehát ő volt minden, mert édesanyámék annyit dolgoztak, hogy nem tudott velem még pluszban foglalkozni, és akkor úgy éreztem, hogy meghalt mindenki, amikor a nagymamám elment. Tehát nagyon nehéz volt őt elengedni. De hát tudom, hogy most már föntről nagyon sokat segít a szüleimmel együtt, és a nagyapámmal együtt, és boldogan kérem is őket, és most szerintem nagyon boldogok, hogy emlegetem őket. Említetted, hogy az édesanyádtól és az édesapádtól is örökölted az énekhangodat. Igazából az általános iskola volt az, ahol úgymond felfedeztek téged, ahol először megcsillogtathattad azt a gyönyörű hangot, ami aztán később egész életedben meghatározó volt. Igen, talán én előbb énekeltem, mint beszéltem, és boldog vagyok, hogy az ősi, a legősibb eszköz áll rendelkezésemre, hogy kifejezhessem önmagamat. De persze ehhez kellett a szüleimen kívül, akik mái napig nagy példaképeim, hogy a tanítónénim, elsős tanítónénim a szomszédomban lakott Feketéné babanéni, és Laci bácsi a férje, aki az énektanárom volt. Én nekik köszönhettem, hogy ezen a rögös, de nagyon szép úton elindulhattam, és ők elindítottak engem, hiszen Laci bácsinál nagyon sokat énekeltem szólót a kórusban, és én vele énekeltem először a Magyar Rádióban és a Zeneakadémián.
és ez meghatározó élmény volt. Aztán ő elvitt engem Rajecki Béni bácsihoz, és ő népzenekutatóként, meg papként is nagyon-nagyon fontos ember volt az életünkben, és mai napig nagy szeretettel emlékszem rá. És akkor bemutatott Laci bácsi engem, meghallgatott Béni bácsi. És akkor én még nem értettem. Béni bácsi előhozta a legek édességét, akkor még csak Németországban lehetett ilyen édességeket kapni. Leültetett, és mintha így megajándékozott volna, és azt mondta, hogy Lacikám, Mackó Máriáról még fogunk hallani. Én nem tudtam akkor, hogy ez így lesz, de boldogan vállaltam. Köszönöm szépen. Az általános iskola után elég messze kerültél Turáról. Debrecenbe mentem a Svetics Katolikus Gimnáziumba, mert úgy éreztem, hogy valahol ott kaphatom meg azt a plusz töltetet, amely szeretetben, emberségben, tisztességben, tudásban árad felém Turán és a házunkban, és az őseimtől természetesen, és azoktól a kedves emberektől, akik valahogy úgy mindig ott voltak az életemben. Tehát nyilván a barátok, a jó ismerősök, a rokonok, és akkor a rokonságból ott már többen tanultak, elmentem megnézni ezt az iskolát, és mondtam édesanyámnak, hogy hát ha én oda nem mehetek, nem megyek sehová. Hát nagyon meglepődött, mert tényleg valóban messze volt, és hát nehéz volt engem elengedni, viszont mindig mondta, hogy az a legnyugodtabb 4 év az életében, amikor tudta, hogy én jó helyre teszem le a fejemet minden éjszaka, és nem izgult. De egy anya szerintem végig izgulja az életét a gyermeke miatt, és én azt hiszem, hogy nem hoztam rájuk semmiféle rossz emléket, mert mai napig visszajárok az Alma Materbe, a napokban is ott voltam, hiszen a történelem tanárnőnket kellett elbúcsúztatni, és természetesen elmentem énekelni boldogan, mert nekem ő sokkal többet jelentett, mint egy történelem tanár. És így van ez Laci bácsival is, mert amikor az életutamról kérdeznek, én nem tudom nem megemlíteni őt, hiszen itt kezdődött az élet. Hiába nagyon jól sportoltam, hiába nagyon jól rajzoltam, nagyon szerettem a magyar irodalmat, nagyon szerettem a magyar történelmet, és mégis errefelé sodort az élet, sorsszerű volt szerintem, mert nagyon sok embernek van gyönyörű énekhangja, és mégsem jut el erre az útra, de Laci bácsi valami pluszt látott, valami olyan töltést, ami egy nagy elhatározás, elszántság, illetve minthogyha valaki súgott volna fentről, hogy erre kell menni. És hát természetesen az egész életem erről szól, és boldogan vállaltam. Debrecenben is énekeltél? Debrecenben is énekeltem, oda jártam zeneiskolába, ott elvégeztem a konzervatóriumot magánénekszakon, és szerettem volna elmenni Stuttgartba énekelni, oratórium szakra tanulni. Egy cserével oldottuk volna meg, de akkor nem alakult úgy ez a csere, hogy azt a leányt, akinek a helyére mehettem volna, elküldjék Magyarországra, és így én itt maradtam. És ezen a szent helyen, ahol most ülünk, én 83-ban megnyertem egy népdalversenyt. És akkor eldöntötte a sorsomat Veres Péterrel, mondhatom, hogy én nem mehetek el innen sehova. Nekem nincs útlevelem, nincsenek pénzes barátaim, nekem a parasztemberek a sorsom, és az ő sorsuk az enyém. És ez így nagyon jól van. Ebben én teljesen belenyugodtam. Akkor 83-ban itt egy hatalmas verseny volt, a népzenei verseny, és 20-an voltunk, akik az elődöntőből idejöttünk versenyezni, és én 19-nek versenyeztem, és megosztott 3. helyen jutottam már itt tovább, de boldogan, hiszen Gödöllőn pedig első helyen jöttem ide Gödöllőről, de mindenki jó volt ott már, és nem is ez a lényeg, hogy az ember 3. helyen van, és hogyan, mert ezek szubjektív döntések mindig. Az a lényeg, amit majd odafenn a Jóisten tartogat nekem, azt szeretném tudni.
Igen, és ezzel lett kijelölve az utat tulajdonképpen, hogy innen hogyan folytass tovább. Arra nem is gondoltál sosem, hogy mondjuk operát énekelj? Mivel magánének tanszakon végeztem, ezért jelen volt az életemben a feldolgozások, a népdalfeldolgozások, és valahogy az opera is. Én nagyon szerettem az operákat, mai napig nagyon szeretem, de magamat nem tudtam elképzelni, mert valahogy annyira ragaszkodtam a hagyományhoz, a hagyomány éltetéséhez, a hagyomány továbbadásához, azokhoz a kincsekhez, amelyeket örökül kaptam, azokhoz a kincsekhez, amelyeket én még gyűjtöttem, és ezeket szeretném megosztani, mert ezek nem az enyémek. Ezeket én boldogan használhatom, amíg itt élek ezen a földön. De természetesen mindent meg kell osztanunk, és amióta én énekelek, azóta igyekszem is mindent visszaadni, és mindent megosztani, hiszen mindig voltak tanítványaim, mindig volt egy-egy olyan népzenei csoport, akiket vezettem, vagy népdalkörök. És hát a mai napra már, hála Istennek, eljutott a Galgamente népzenéje az egyetem falai közé, a Zeneakadémián is nagyon-nagyon nagy örömmel tanítok, és boldog vagyok, hogy tőlem kaphatják első kézből ezek a fiatalok gyönyörű kincseinket. Ennek előzménye is volt, mert hogy te kezdtél gyűjteni itt a Galgamentén. Ugye ez egy fekete folt volt tulajdonképpen. Igen, és ez engem nagyon bántott, mert egy-egy rossz, vagy egy-egy ismert dallam alapján, akár rossz is volt az a dallam, szó szerint megítélték, elítélték ezt a vidéket, de rájöttem, hogy azért, mert nem tudják, hogy milyen kincsek feszülnek itt, és akkor Rónai Lajos zenész barátommal vállaltunk egy kötetet, amelyet boldogan adtunk közre, 140 népdal gyűjteménye volt, rózsát ültettem a gyalogútra, egy galgamenti dalos könyv. Persze akkor korlátozott volt az oldalszáma is, és a témája is, hogy mit tehetünk bele. Azóta nagyon sok népdal előkerült, nagyon sok egyházi ének, és a népének mindig párhuzamosan futott a népdalok mellett. Tehát ezért mondtam, hogy a régi embernek rendje volt az énekének és az életének is, mert tudta, hogy melyek azok az énekek, amelyek őt megtartják a templomban is, mert a szertartás után ők még elkezdték a saját énekeiket énekelni, és abban óriási erő volt, mert ez egy népi teológia, világos és tiszta volt, és 3 perc alatt eljuthattak a Jóistenhez és a Szűzanyához. És ez számukra most is ugyanilyen fontos, még ha azt gondolják, hogy nincsenek már előénekesek, vagy nincsenek már ilyen dallamok, de igenis vannak, csak hagyni kell őket, hagyni kell, hogy használják a sajátjukat, mert ráerőltetett énekeket ugye nehezen tudnak megtanulni. A Gregoriánt nem tudja énekelni a nép, az a szerzeteseknek az éneke, és hagyjuk meg nekik. A gyűjtésre visszatérve hogyan zajlott? Adatközlőket kerestetek fel, vagy kerestél fel? Én sokat gondolkodtam ezen a kifejezésen, mert valóban ők adatközlők, de hát mennyivel szebb az, hogy kincsőrzők. Igen, az a kifejezés. Sokkal. Igen, és nekem akkor volt már egy összegyűjtött dallamkincsem, amely alapján tulajdonképpen megkerestem a falvakban a szép hangú énekeseket, előénekeseket, és kérdezgettem, hogy mire emlékeznek, mit tudnak, ők hogyan énekelték. Hát aztán minden faluban ugye másfelé kanyarintották az éneket, gyönyörű változatok kerültek elő, hiszen itt az alsó Galgamente különösen nagyon összeépült, egymás lakodalmába jártak, és akkor azt én el is vetettem már rögtön az elején, hogy ellopta ez ennek az énekét, az annak az énekét, ilyen nincsen. Ezek az énekek minden faluban jelen voltak, csak más dallamvilágban, más zenei szövetben, szövettel körülfonva, de ott voltak és használták. És amikor Sára Feri bácsi egy nagy galgamenti találkozót rendezett, és összehozta a galgamenti csoportokat, akkor mindegyik fújta a magáét, az érdekes volt és szép. Tehát ettől szép a népdal, hogy változatokban él, és gyönyörű kincseinkre pedig emlékezhetünk mai napig. És tudom azt, hogy igenis ékes példa nem csak a
nem csak a zeneakadémisták, hanem a falvakban lévő kicsik, fiatalok, ékes példa arra, hogy ez a kultúra megtanítható azoknak is, akik nem születtek bele úgy, mint ahogy én beleszülettem még, mert az a szerencsés ember vagyok, hogy akkor még élt a hagyomány, és egy élő hagyomány vett körül engem, és úgy áradt az ének a házunkban, mint a szeretet. Igen, és azt örökítheted tovább, amit láttál, igen, amiben benne éltél. Igen. Nem csak egyedül álltál te a színpadon, hanem zenekarokkal is, sok zenekarral. Többek között a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával is. 10 évig még hozzá, az azért elég szép idő. Jól gondolom, hogy ez egy énekesnek nagyon nagy dicsőség, hogy a Magyar Állami Népi Együttes mellett énekelhet. Igen, és nagyon nagy felelősség. Én borzasztóan hálás vagyok, illetve végtelenül hálás vagyok a sorsnak és a Jóistennek, hogy ott is felmutathattam ezeket a kincseket, illetve amikor eljutottunk külföldre, akkor keresztül húztunk, akár Amerika földjén, vagy Európában, bárhol, egy piros-fehér-zöld szalagot, és ennek a drága, áldott, csöpre tarolt országnak a hírnökei voltunk, és ez nagy örömmel töltött el, és nagy felelősséggel is. Én nagyon szerettem, és mai napig nagyon szeretem Tímár Sándort, akinek a melengető szárnyai alatt énekelhettem 10 évig, és Böskét, a feleségét, aki a Csillagszemű gyermekcsoportnak is a vezetője. Mai napig együtt dolgozunk, amikor csak tehetik, hívnak ők is énekelni, és én sem felejtem el, hogy számomra ők milyen fontos emberek. Akkor, amikor az ember a színpadon van, nem számít semmi, mert a néző azért jön oda, hogy valami plusz töltést kapjon. Nem véletlenül mondom azt, hogy az énekléshez nagyon nagy hit, nagyon nagy alázat és egy mélységes szenvedés szükséges, mert másképpen mutatja föl az ember ezeket az énekeket, hiszen ezek az énekek az enyémek, az én sorsom. És tudom, mit jelent, amikor az édesapám a kórházban volt, nekem pedig föl kellett menni a színpadra énekelni. Az egy meghatározó élmény, és nem lehetett a közönséget büntetni semmivel. De akkor sírt az ember örömében, és sírt bánatában is, és örült akkor is, amikor ez az eszköz rendelkezésére állt, hogy bármikor felmutassa ezeket a kincseket, és én nagyon boldog ember vagyok. Egyrészt, mert nagyon szerettem a kollégáimat, akikkel együtt zenéltem. Sorszerű volt, hogy kiváltunk végül is a Gajdos zenekarból, de először a Csürdöngölő zenekart kell megemlítenem, akikkel Debrecenben kerültem össze, aztán a Kozsók együttest, aztán Birinyi Józsefet és Kovács Lászlót, akivel egy folk triót alkottunk, és nagyon szép élményeink voltak. Aztán a Tarisnyás zenekart Rónai Lajos vezetésével, akit már emlegettem, és természetesen jött a Gajdos zenekar, akikkel talán a legtöbb időt töltöttem együtt, 7 évnél is többet, de akkor Szabó Attila kivált a zenekarból a Prímás, aki most a Csík zenekarban is prímázik, és akkor eljöttem én is, és akkor kellett elengedni nem sokára édesanyámat, és ez teljesen sorszerű volt. És biztos, hogy azért is kellett fölvállalni, mert én akkor utána készítettem el 3 szóló CD-met is, és azzal tartoztam az égieknek. Ha már a CD-idet említed, egyrészt ugye több CD, másrészt filmfelvételek fűződnek a nevedhez. Melyik amire a legbüszkébb, vagy amire a legszívesebben emlékszel? Mindegyik szép emlék, és mindegyik másért. Az csodálatos volt, hogy 83-ban nekem kijelölték úgyis az utamat, hogy egy Népművészet ifjú mestere címet adtak oda. Ezt azért általában egy életút végén szokták, vagy legalábbis a közepe után oda ajándékozni, és ez már egy akkora elköteleződést váltott ki bennem, hogy nem is lehetett volna szabadulni.
Aztán szépen jött, hogy nem az életút végén készíthettem a portréfilmemet, hanem az életút eleje felé, amikor is 95-ben két Mária filmet forgathattam Olasz Ferenc rendezésében, a Gyertyaszentelő boldogasszonyt és a Gyümölcsoltó boldogasszonyt. Én ezt tovább gördítettem volna, és ennek még lett volna folytatása, de a Magyar Televízióban ennyi volt. És aztán jött a Duna TV felkérésére az én portréfilmem forgatása, akkor még Sára Sándor volt az elnök, és ő turai származású, nagyon szeretem őt is. Valahogy sorsszerű volt ez is, hogy egy gyönyörű portréfilmet készíthettünk együtt, szintén Olasz Ferenccel. És aztán jöttek a turai énekmondók. Ott is egy kerek évfordulót kell kimondani, 10 évig voltam Turán az énekmondók vezetője, de többszöri átrendeződés után ők is elmentek iskolába, itt tanultak, oda mentek férhez, és ez a csoport ilyen formában most nem létezik, de hát létezik a Zeneakadémia, ahol ugye nem középiskolás fokon kell tovább hirdetni, és tovább tanítani ezeket, és tovább adni ezeket a kincseket. Nagyon szerettem én mindenkivel együtt dolgozni. Meg kell említenem még mindenképpen Széles Andrást, akivel a kezdetek óta együtt dolgozom. Ő citera művész, és szerintem Magyarország egyik legjobb citerása, biztos vagyok benne. És még egy Andrást kell előhoznom, Szabó Andrást, akivel pedig nagyon sok rendhagyó irodalom és énekórát tartunk együtt. Két szerkesztett műsorunk van. Az egyik a Halotti beszédtől a határon túli magyar irodalmakig terjed, és a régmúltból veszi kezdetét, és jut el napjainkig, és ugyanígy a másik is, az pedig Hazaélmény a magyar irodalomban. Ez is a régmúltból veszi kezdetét, és jut el napjainkig, és nagyon-nagyon szeretjük, hogy ez jelen van az életünkben, mert a gyermekeket ilyenkor lehet együtt énekeltetni, kérdezgetni egy műsor közben, vagy a műsor végén, és még közelebb lehet a lelkükhöz kerülni. De bármiféle műsort tudunk felmutatni, hiszen 84 óta, 83 óta dolgozom mindkettővel. Szabó Andrissal a Forráskörben kezdtem az egyetemi színpadon, és amikor az egyetemi színpadot felújították, illetve visszaadták az egyháznak ott azt a helységet, ahol nekünk a színpad volt, és az egy kápolna lett, akkor ugye szétment a Forráskör, de mi együtt maradtunk, és én nagyon sokat köszönhetek ennek az együtt dolgozásnak, és az együtt létezésnek, hogy így mondjam, mert András lelkitárs is. Tehát nekem az irodalom olyan fontos az életemben, hogy én nem tudok legalább egy vers nélkül elaludni. Ez nagyon olyan, mint a levegő, és ez számomra teljesen egyértelmű, hogy olvasni kell, és szeretni kell, és tovább kell adni minden szép gondolatot. Említetted az előbb a tanítványaidat, hogy tanítasz. Azon kívül, hogy az énektechnikát megtanítod a tanítványaidnak, mi az, amit nagyon fontosnak tartasz elmondani, akár megtanítani nekik? Mi kell ahhoz, hogy valaki igazán jó énekes legyen? A fotósoknak is azt szoktam mondani, hogy nem olyan nagy dolog az a fotózás, csak éppen akkor ott kell lenni. És az énekesnek is éppen akkor ott kell lenni, kinyitott szívvel, kihúzott antennával, hogy fogjuk azokat az adásokat, azokat az üzeneteket, amelyeket akkor küldenek azokban a pillanatokban. Nagyon fontos, hogy úgy énekeljünk, mintha beszélnénk. Ezt sokszor elmondom nekik. Az angol nyelv miatt elég slandrián a beszéd is most a fiataloknál, és ez a kedvezkedő énekstílus, ez a szöszögések, ezek nagyon-nagyon terjednek most. Nekem ez nagy veszőparipám, és ezeket ki kell javítani, és nagyon sokat kell gyakorolni, artikulálni. És természetesen nagyon fontos a szöveg. Az ugyanolyan fontos, mint a dallam. Nem szabad, hogy a dallam mellett elveszen a szöveg. Nagyon szépen kell, hogy beszéljünk, szépen kell, hogy énekeljünk, és tanítani kell a fiataloknak, hogy szépek legyenek a színpadon. Ha az életben szeretnek szépek lenni, akkor a színpadon is legyenek szépek. Találják ki maguknak a stílusukat, és a gyöngyöt
föntre tegyék, ahol tudnak fókuszálni, ahol mindenki látja, mert az nagyon fontos, és ne legyenek egyenrangúak a többiekkel, mert minden ember külön világ, egy sem ismétli meg önmagát, és ezért kell megtanulnunk egymást tisztelni és szeretni, és azt is elmondom nekik, hogy nem gondolkodnak azon, hogy naponta a csodák nyelvét beszéljük, mert csak magyarul tudom megkérdezni tőled, hogy kicsoda vagy te. Mindenki egy megismételhetetlen csoda ezen a földön, és éppen ezért kell, hogy szeressük egymást is, tiszteljük, és örömmel vegyük körbe, és tudjunk örülni a másik örömének, és mi is tudjunk világítani. Tehát töltekezni kell mindig egymás szeretetéből, egymás készszorításából, egy jókor jött figyelmeztetésből, és el kell tudni fogadni azt is szeretettel, mert hogyha szeretettel figyelmeztetnek valamire, akkor az csak jó lehet nekünk. Nekem volt egy nagyon különleges élményem veled kapcsolatban. Amikor itt volt Galgahévízen az egyházmegyei, Váci egyházmegyei találkozó, te nyitottad meg az énekeddel. Olyan a katarzishoz tudnám leginkább hasonlítani azt az érzést, amit akkor átéltem én és mindenki, aki körülöttem volt, legalábbis akivel akkor beszéltem. Nagyon különleges élmény volt hallani a hangod. Ez valami különleges képesség, amit én nem is igazából tudok megfogalmazni. Nem tudom, hogy te tudod-e, hogy mi ez. És lehet-e ezt egyáltalán megfogalmazni és átadni a tanítványaidnak? Én megköszönöm a Jóistennek, hogy tudom, hogy most miről beszélsz. Szeretném átadni. Nagyon szeretném átadni, de nekik teljesen ki kell üresíteni magukat, mert most is így van ez, amikor beszélgetünk, az antennám kihúzva már Turától idáig, egyszerűen, mintha leföldeltek volna bennünket, most is érzed ugyanazt az erőt, ugyanazt a szeretetet, és tényleg ezek örömkönnyek, mert tudom, hogy nagyon kevés ember hordozza ezt az ajándékot, és ez tényleg ajándék, hogy nem kell nekem ahhoz énekelni, hogy az emberek gyógyuljanak, és most is gyógyulnak. Akik fogják ezt a beszélgetést hallani, azok is fognak gyógyulni, és most a gyógyulás ideje van. Eddig tartott a hallgatás ideje, most meg kell szólalni, nekem is fel kell vállalni ezt. Erről beszéltem, amikor emlegettem az őseimet, hogy ez az erő ugyanúgy ott volt bennük is. Édesanyám sokszor féltett, mert tudta, hogy milyen nehéz ez az út. Tudta, hogy mi vár rám, hiszen ő ugyanezen az úton járt a papámmal együtt. Sokszor elmondta, hogy fiam, jöttek a házunkhoz, és már amikor az ötödik ember jött, és mondta, hogy Julka néni, Miska bácsi küldött, hogy kérjem el a kocsikereket, vagy bármit. És akkor édesanyám este elővette édesapámat, hogy te mondd csak, te hogy lesz ez? Hát most mindenünket odaadjuk. És akkor édesapám azt mondta, hát persze, mert nekünk van, nekik meg nincsen. És ezt a mindent szeretném odaadni én is. Azokat a kincseket, amelyeket az ember belül őriz. És én köszönöm, hogyha ezt megéreztétek, mert ott az Isten volt jelen, és ma is itt van köztünk, és ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk, ott mindig ott van velünk, és ezen a szép ünnepen beszélgethetünk, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén, hát nem is lehet más ajándék, csak ő itt velünk. És ezt köszönöm nagyon, erről sose beszéltünk még, meglepett, hogy megkérdeztél, de a kérdés nem, maga a kérdés nem lepett meg, mert én tudom, hogy a CD-ken is érzik ezt az erőt az emberek, hiszen édesanyám 2004-ben ment haza az én születésnapomon. Tehát itt egy ég és egy földi születésnap most már együtt van. És akkor én megígértem neki, hogy készítek egy olyan CD-t, ahol azokat a Mária énekeket fogom összerendezni egy csokorba, amelyeket együtt énekeltünk a búcsúkban édesapámmal is és vele is. És hát bizony nem volt könnyű ezt októberben egy hétvégén felénekelni, mert ugyanígy volt, hogy elkezdtem, beálltunk a rádióban, és csak sírtam, és ott volt az az erő, hogy fogom tudni ezt elénekelni, és hát a legkedvesebb éneket, az Ó Mária, Isten anyja kezdetű éneket, az sikerült úgy elénekelni, ahogy ő is gondolta,
hogy ez számára a legszebb. És érzem azt a hatalmas erőt, bármikor, hogyha kérem őt, akkor segít nekem. Például így volt ez, amit Galga Hévízen énekeltem a Csanád Béla Hála himnuszával. Én nagyon nagy örömmel fogadtam ezeket a gondolatokat, és miközben olvastam, azon tűnődtem, hogy hogyan tudnám elénekelni, mert annyira szépek ezek a gondolatok. És ahogy ültem, egyszer csak édesanyám énekére elkezdtem dúdolni. És ez így is maradt. És ezért is hálát kell adni, mert prozódiában is minden a helyén van. Ma pedig nincs helyén az ének. Azt látom, hogy minden egy nagy mix lett, minden keveredik, a világzene, a népzene, a zsidó zene, a bolgár, a török, a különféle keleti zenék, és egyszerűen nem látom ennek a tisztaságát, hogy mi lesz itt, mi lesz ebből. És ugyanígy látom, hogy ez a szabados ének stílus kezdi felütni a fejét, és én ez ellen próbálok hadakozni ott a Zeneakadémián is, és mindenütt, ahol csak megfordulok, mert kibillen az ének a helyéről, és kibillen az énekes is a helyéből, főleg akkor, hogyha nincs egy megalapozott hit mögötte. Mindegy, hogy milyen hitről beszélünk most. A szeretetben hiszek, és tudom azt, hogy egy tiszta, lelkivilágú ember a szeretetre csak visszamosolyogni tud. És ezt szeretném felmutatni továbbra is az embereknek, és biztatni őket most itt az év elején, hogy fényesítsék a szívüket és a lelküket, és engedjék be a csendbe a jó gondolatokat a szívükbe, de ahhoz el kell, hogy csendesedjenek. Sok erőt kívánok neked. Köszönöm szépen. Még mielőtt véglegesen elköszönnénk ebben a műsorban, egy rövid időre egymástól, a mai nap örömét mindenképpen megosztanám a hallgatókkal is, és a nézőkkel is, és veletek is, mert Urunk megkeresztelésének ünnepén vagyunk, amikor ragyog körülöttünk a nap, ragyog a szívünkben, és boldogok vagyunk, hogy együtt beszélgethettünk. És Nazianzi Szent Gergely gondolatait hoztam, és szívesen megosztanám mindenkivel. Nem tudom visszatartani az örömömet, lelkem újjong és megremeg. Érzésem szerint csak nem magával ragad János heve, hogy hirdessem a jó hírt. Igaz, én nem vagyok előfutár, de a pusztából jövök, mint ő. Krisztus ragyog, ragyogjunk föl vele együtt. Krisztus alámerült. Szálljunk le vele, hogy mi is fölléphessünk vele. Ma tisztelettel vesszük körül Krisztus keresztségét, és emlékére ünnepet ülünk. És végezetül egy új évköszöntőt szeretnék elénekelni mindenkinek. Erősítésképpen gondoljunk egymásra ezekben a napokban. Napsugaras legyen ez az új esztendő. Homlokunkra soha ne boruljon felhő. Asztalunkon kenyér, két kezünk munkája. Verejtéket hullajt minden darabjára. Isten után nekünk más pártfogónk nincsen. Kenyérosztó kezed, áldja meg az Isten. Új esztendő napján az a kívánságom, házatok népére ezer áldás szálljon. Szemetekben könycsepp soha ne ragyogjon, arcotok a jókedvtől mindig mosolyogjon. Adjon Isten minden jóra erőt, kívánok mindnyájatoknak boldog, szép jövendőt!
Nagyon szépen köszönjük, és köszönöm, hogy itt voltál. Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy megoszthattam ezeket a gondolatokat a hallgatókkal is veletek. Köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet. Várom Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!